November 9-e és 12-e között Lipcsében rendezték meg az idén a Kutyák Világ kiállítását, melyre benevezett Apró István is Gágyó nevű magyar kuvasz kutyájával. A versenyen 70 országból 31 ezer kutya volt kiállítva, 62 másik kuvasszal versengett Gágyó, és végül a zsűri őt választotta a legjobbnak. Itten Szerbiában ugye sok kiállításon voltam, Caciban, Cacon, klubkiállításon, Szerbia klubkuvasz kiállításon. Itten, tehát mindenütt jó eredményeket értem el. Az idén ez a mostani világbajnok az enyém, ez megverte a 2015-ben világbajnokot. A klubkiállításon Magyarországon nem sikerült, ugye. Mindig második voltam. Tavaly is volt Hortobágyon speciál kuvasz világkiállítás. Ott lettem második, első lett a világbajnok, ugye, aki volt 2015-ben, de most ott volt az a világbajnok is, amik volt 2015-ben, meg tavaly Hortobágyon, és az enyém lett világbajnok, tehát most leváltotta a titulát. De a neve Homokpusztai Haramia Gágyó, tehát kankutya, 3 éves, én neveltem föl, nem nálam született, de én csináltam bele világbajnokot, ez egy közös munka volt vele, de az eredmények jó sikerültek, úgyhogy örülök neki. Különben teremben volt, és a teremben a pásztorkutyák egész másképp viselkednek, mint kint a nyitott területen vagy füvesen, mert nem olyan magabiztosak, hogyha csúszik is a talaj, akkor nem akar menni. Ott szőnyeg volt, van amellik nem akar annyira szőnyegen, van amellik megy, de jellemző a pásztorkutyák, hogy bent a teremben másképp viselkednek, mert ők vigyázatosak. Tehát ilyen összeszedett, vedett gyűlevész kutyáknak szaladgálnak jobbra-balra, mindegy, neki csúszik, nem csúszik. A kuvasz, meg a sárhegyi is, meg ezek a pásztor kutyák, ezek óvatosak. Tehát egy kicsit úgy tehát nem félnek, hanem, tehát megmondom őszintén, óvatosak is, az nem is baj. Úgyhogy hát az enyémnek jó volt a kedve. Hát ott is megmondjam őszintén, először ugye én be voltam magyarosan öltözve, csizmába, talpa, bőr, a szőnyegén nagyon csúsztam. Hát az első menetet győztem, a sempi osztályban lett bejelentve, ott győzött a kutya, de nem bírtam a nagy lendületet venni a csizmán véget, ugye, meg kutyát is fogni, egy 60 kilós kutyát, meg ne is csúszak meg a kanyarokat szőni, de sikerült, és aztán rájöttem, tehát most mindent beleadok a kutya véget, nem érdekes, én hogy nézek ki, de a kutyának győzni kell, és akkor a feleségem ott volt, mondtam, hogy csupáld le a csizmáján. Hát akkor lecsupált a csizmáján, fővettem a téli cipőt, hát nem pászult ugye a magyaros ruhámhoz, de nem számított. Annak gumi volt a talpa, és bírtam rendesen megvezetni a kutyát úgy, ahogy köllött. Hát sikerült is, na egy, még az utolsó másodpercekben még azt hittem, hogy diszkvalifikálják, mert ahogy futottunk a másik kutyával, egy személy megállt előttem hirtelen, én nem bírtam még magam sem leállítanám a kutyát, kutya ráugrott a hátára, lenyomta, ugye, mert domináns, nem harapott bele, bíró látta, hogy nem az én kutyám volt a hibás, hanem amaz az ember, jó van, nem lett senki diszkvalifikálva, megvárt, hogy lehúzzam a kutyámat a másik kutya hátára, ott is megmutatta, hogy én vagyok, ti vagytok az alattam valók, ugye, hát és akkor futottunk tovább, már a nyelvem már lent volt a földön, mert ugye 24 óra hosszát hajtottam, és akkor mikor vége lett, jön a bíró, nyújtsa a kezét, világbajnok, volt sikítás, ordítás, minden úgy, hogy hát mindenki örült, mert ez tényleg élet-halál harc volt, már innen kanizsáltuk ez, hogyha azt elmondanám, mint hogy történt egész úton, akkor... De az utolsó pillanatig valami ellenünk volt, de sikerült. Ő neki a vérvonal, ugye Homokpusztai Haramia Gágyó, az apja az Dolmány, az öreg apja meg Bérci. Tehát az öreg apja az Romániában még szerintem most is, fönt van az Esztenával, tehát őrzi a nyájat, farkasok, medbat van minden, úgyhogy ott egy kutya, amikor mit tudom én, megéri az a 6-7 évet vagy 8-at, akkor nagyon jónak kell lenni, mert ott a gyenge kutya nem marad meg. Tehát jó, a genetika nagyon jó. De ő ugyanolyan, tehát nem ideges, nem idegroncs, nem támad, csak úgy, mit tudom én, de a munkáját megcsinálja.
És ha jól tudom, már a vérvonalon előzőleg is ugye az ő felmenői szintén díjnyertesek voltak. Hát persze, díjnyertes volt az apja, a Dolmány, az is, tehát ő fiatal osztályban volt világbajnok, Budapesten volt a világbajnokság, és azon a világbajnokságon az apja, tehát fölnőtt osztályban lett világbajnok, de az össz kuvaszok közül az ennek Gácsonok, az én kutyámnak az apja, tehát amíg fiatal osztályú győztes, az győzött az összkuvaszok közül, tehát kétszer győzött. Tehát jó a genetika. És nem akármilyen kondíció szükséges egy ilyen verseny megnyeréséhez, mégis a táplálkozás, az élelmezése milyen odafigyelést igényel egy ilyen kutyának? Annyira nem problémás, megmondom őszintén, a kuvasz, ugye nem lehet tartani szalonnabűrön, meg kenyérhaján, ugye, a pulit esetleg, meg mit tudom, pár ürgét megfogott, meg volt, a kuvasznak kiárt mindig az ennivaló, tehát valamikor az egy vagyont ért, mert őrizte ugye a nyájat, meg a gazdát, meg mindent, hát valamikor is birka megdöglött, vagy ha nem döglött meg, akkor levágta neki a juhász, és akkor kikötötte fához, vagy mit tudom én, hogy cibálja, erősítse a nyakát. Tehát kaptak mindig elég ennivalót, amelliknek az volt a feladata. Valamikor vagyont ért egy kuvasz egy juhásznak, mert azon múlt minden. Ő neki meg kellett a farkasokkal veszekedni, a medvét el kellett tűzni, mert azt mondják, hogy medvét is lőli, hát nem üli le, de elűzi, úgyhogy neki én bátor. Nem enged. Még a gazdájai, meg a családjai ez képes megdögleni, kimúni, de tehát ő neki megvan a feladata, amire született a csina, és az az igazi kuvasz. És ezt kellene, hogy megőrizzük, amit a mi őseink megőriztek, tehát most nem kell annyira elkényeztetni, megmondom őszintén, ez az egész kiállítások, ezek bohóckodás, mert a kuvasznak most csak a küllemit nézik, és ez nem jó. Tehát a kuvasznak meg kellene, hogy maradjon az őségi tulajdonsága, mert én mondtam, majd beszéltem, itt voltak nálam ezek a kuvasz főszervezők, és akkor mondtam, hogy ide figyeltek, mi nem, hogy eltekerjük ezt az őségi fajtánkat, hanem majdnem májá van, mondom, most már lassan csak mondhassátok, hogy van egy nagy fehér magyar kutyánk, de nem kuvasz. A kuvasznak minden stímenük. Tehát nem kell összehasonlítani ezzel a kis palotai pincsikhez, mit tudom én, azt vigyék, bóckodjanak vele, púderozzák, mit tudom, és sminkjék, de kuvasz ne. Tehát, hogy jó, az rendben vagy, tiszta legyen, meg jó anatómia, meg minden, de a kuvasztól még meg kellene mindig tudja terelni a lovat, a tehenet, a szürke marhát, vagy mit tudom én. A kuvasszal vadásztak is valamikor, a Mátyás király idejében ugye mentek nagy vadra, tehát mentek szarvasra, mentek farkasra, mentek mindenre, úgyhogy ő bennük van a vadász ösztön, nagyon jó az óruk is nekik, a szimatjuk, de én azt mondom, hogy vadász ösztön nélkül nincsen terelő kutyánk. Tehát tulajdonképpen azért tudnak terelni is, mert nagy vadat, például vaddisznónak, én nekem, ami volt Németországban kutyám, az kuvaszom, az mikor meglátott a makkosba az erdőbe 50-60 vaddisznót, az ment rájuk, az nem fél. És akkor el is űzte őket. Hát így 3 óra összeig mentem az erdőbe sétálni, egyszer csak ott volt, az megtanált, bárhol voltam. Most legutóbb voltak itt Magyarországon ezek a főrendezők, és akkor két kutyával jöttek, két kuvasszal, kimentük a pusztára, nem merték elengedni, mert azt mondják, nem jön vissza a kuvasz. A kutya nem jön vissza, mondja, ide figyel, nem jön vissza, akkor ne is jöjjön vissza, mert az nem kuvasz.